Adventi ajándékkoncerttel mondott köszönetet a támogatásért a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány adományozóinak az egész éves segítségért. A belvárosi Római Katolikus Szent Háromság templomban megtartott hangversenyen adventi és karácsonyi dalok csendültek fel népi hangszerek kíséretével. 12 évvel ezelőtt jött létre a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány, azóta hagyomány, hogy adományozóik és a város érdeklődői számára adventi ajándékkoncerttel köszönik meg az egész éves támogatást, törődést az egyesület tagjai. Idén a Szent Háromság templomban tartottak ünnepi hangversenyt. Ez a mai nap kicsit a lelkünket is beárnyékolja, bár tiszta szívvel léptünk be ide az Istenek házába, ugyanis az egyik alapító tagunknak a kedves férjét, Almás Istvánt elveszítettük. Ezután is megnyugvást kívánunk Enikőnek, ő a mai napon nem lehet itt velünk. Azonban az a szeretet, amit mi itt hordozunk közösen az itt lévőkkel, és az a mai koncert, ami a ráhangolódást biztosítja számunkra a karácsonyra, úgy gondolom, hogy mindenkinek a jövőre nézve egy kis megnyugvást jelent. Úgy gondolom, hogy olyan művészeket válogatott össze a zongora művész tanárnő Borsos Anna Mária, akik még eddig nem léptek fel itt a templomba, és a Tiszta Szívvel Egyesületnek jótékony céllal nem segítettek. Talán szeretném megemlíteni a nevüket, a Korsos Kingát és barátait. Korsos Kinga kobozon és tekerőn többek között Szűz Máriához és az adventhez kapcsolódó moldvai dalokat adott elő barátaival, Hajda Csengével, Monori Csengével, illetve Tatárné Krajcsovics Lillával, akik énekkel, illetve hegedűn kísérték a koncerten. Lesz például Hódmezővásárhelyi gyűjtésű népdalcsokor, de utána adventi és karácsonyi szövegek lesznek énekek. A Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány legutóbb a Damjanics utcán adta át felújított játszóterét, ide még a tavasszal egy új libikókát telepítenek, de egy teljesen új játszótér felépítését is tervezik a jövő évre. 2018-ban is lesznek koncertek, illetve folytatódik a hétvégén is Legyen kenyér az asztalon akció, amely jelenleg 107 gyermeknek biztosítja a hétvégi étkezését. De lesz ismét Bán Sándor mesteredző segítségével úszó tanfolyam is a rászoruló gyermekeknek.